Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A Paksi FC vezetése a legutóbbi veresége után felmentette vezetőedzői teendői alól Tomislav Sivicset. A feladattal ideiglenesen Ostermayer Gábort bízták meg. Így a Kisvárda elleni hazai meccsen már ő irányította a csapatot. A találkozón 1-1-es döntetlen eredmény született. Nem kis feladat várta az eddig utánpótlás szakvezetőként tevékenykedő Ostermayer Gáborra. A Kisvárda elleni hazai találkozón ő irányította a csapatot, melyet 1-1-es döntetlenre hoztak a paksiak, úgyhogy több kulcsjátékos is hiányzott a keretből. A találkozó hajrájában sűrűsödtek fel az események, ugyanis a paksiak megfogyatkoztak, Pap második sárgája miatt végleg az öltözőbe ballaghatott. A 89. percben pedig Kisvárda ezt kihasználva előnyhöz jutott Lukász sarokrugása által. De nem adta fel a hazai gárda, hamar jött a paksi válasz. Egy percre rá Szabó mentette meg a paksiak becsületét a hosszabbításban. Így 1-1-el ért véget a találkozó. Hát az első fél időben nagyon rosszul játszottunk. Lassan hoztuk ki a labdákat, illetve váltottunk széleket. Komoly helyzete egyik csapatnak se volt az első fél időben, ettől függetlenül. Még azt mondom, hogy pozitívan jöttünk ki az első fél időben, mert hát valóban nem ment a játék. A fél időben rendeztük a sorokat, de inkább pedagógiailag, mint szakmailag. És a második fél idő elején 3 komoly zicserünk volt, amivel meg kellett volna nyerni a mérkőzést. Sajnos a kiállítás után egy pontrugásból, egy figyelmetlenségből kaptunk gólokat. Nyilván ez bosszantó, mert sok minden a koncentráción múlik, illetve az, hogy ötösből ne belsőzzék be a labdát a kapuba. De óriási fegyverténynek gondolom az, hogy 10 emberrel nem adtuk föl, támadóval léptünk föl még az utolsó 5 percbe. És tartalék energiákat mozgósítva egyenlítettünk, illetve az íre nem tudtuk föltenni a pontot, hogy ugye kecsegtető helyzetbe Balog szabadulása centiméterekkel ment mellé a kapunak. Én azt gondolom, hogy 2 ellentétes fél időt játszottunk, az első fél időben gyengén focizottunk és bártótalanul, a második fél időben pedig egy teljesen más csapatot láthattam és láthattunk. Talán annak a csapatnak, annak a hozzáállásnak lesz jövője a következő fordulóba. Örülök, hogy egyenlítettünk, meg egy kicsit úgy a végére lázba hoztuk a közönséget. Talán ez az önbizalommal lehet esélye a csapatnak kijönni ebből a hosszan tartó gödörből. A következő hetekben is Ostermayer Gábor irányítja a csapatot. A vezetés bizalmat szavazott neki a folytatásban is. Most egy kis szünet következik a bajnokságban a válogatott nemzetközi szereplése miatt, így a héten rendezhetik a sorokat, hogy majd megkezdjék a felzárkózást. Legközelebb november 23-án a Honvéd otthonában lép pályára a Paksi FC. Ami a megyei első osztályú bajnokság a mezőnyből kiemelkedő 5-6 csapatának mérkőzéseit illeti, ezek között is az egyik legjobb volt a Majos Tamási hétvégi rangadó. A Tamási elsősorban szépen, a Majos viszont egy sebességi fokozattal gyorsabban és a kapu előtt jóval hatékonyabban futballozott, és ennek köszönheti végül is magabiztos 3 gólos győzelmét. A 13. perc hozta meg az első gólhelyzetet. Hegedű szabadrugását Pintér kapus csak kiütni tudta, a kapu torkába érkező Petrovics gyenge belsőzését a rövid sarkon maradó hálóőr szögletre ütötte. A következő gólhelyzetet is a zöldmezes majosiak dolgozták ki. Hok Attila, a majosi játékmester ravasz emelése észrevette, hogy kint áll a vendégek portása, a felső kapufa érintésével hagyta el a játékteret. Fél óra elteltével a sok pontos passzal operáló, szemre tetszetősen játszó Tamási képes volt
folyamatosan nyomást gyakorolni a szervezetten védekező ellenfélre. A kicsi afrikai Ato volt a játékmester, aki a széleken beinduló társakat hozta játékba, ám ezekből a sokszor pontatlan beadásokból a gózsák Haruna nem tudott igazi nagy gólhelyzetbe kerülni, egyébként is két majosi folyamatosan vigyázott rá. A második félidő elején is több ígéretes tamási támadásnak lehettünk szemtanúi. Nem túlzás állítani, ha Steinbach kapus nem véd olyan nagy bravúrral, Ato lövése után az 52. percben, bizony rezdülhetett volna Majosi Háló, de maradt a 0-0. Pár perccel később megszerezte a játék képe alapján megszolgált vezetését a zöldmezes Majos. Igaz, egy olyan potyagóllal, ami Pintér Kristóf kapus számlájára irandó. Steinbach Máté 20 méterről leadott erős, középre tartó lövését, ugyanis bevédte. 1-0. Több szemre tetszetős, de 16-osnál elakadt Tamási támadás után, ez a majosi védekezés dicsérete, és újabb gólt szerzett a kontráit az ellenfélnél gyorsabban lejátszó Majos. Ennek kedvezett az eredménykényszer miatt a kelleténél jobban fellazuló Tamási védelem. A Majos mozgékony, sokszor feltarthatatlan játékosa, a nyáron érkező Petrovics tisztára játszotta magát, és kiadhatatlan helyzetbe hozta az előbbi gólszerző Steinbachot, aki élt a lehetőséggel 2-0. A Tamási gyakrabban veszélyeztetett, mint az első félidőben, de továbbra is hiányzott az átütő erő, ellenben a hazai kontrákban újabb gólok voltak benne, amire nem kellett sokáig várni, itt még a kapufa mentett. A hajrában azonban a jobban fáradó Tamási megkapta a harmadik gólt is, amiben a védelem úgy egészében, de Pintér kapus megint benne volt. A mezőny legjobbja Hawk, mondhatni, hülyét csinált a rátámadó ellenfelekből, majd nullszögből, cimbalomszögből, ahogy mondják, eltalálta a jobb alsó sarkot 3-0. A többet futó, hátul szervezettebb csapat nyerte magabiztosan a rangadót, ehhez persze nem vitás, két potyagól is kellett. Hanem nagyon nyilcsicsakkal játszottunk, és nem volt elég ész hozzá, és nyilván, mivel nem vagy annyira szervezett, nem vagy olyan közel egymáshoz, hiányzott az agresszivitás, nyilván az egy-egy szituk nagyonkor hiányzik, hát ebből az, hogy a Hawk például így be tud menni, ez, én nem tudom, én ott lennék a pályán, nekem pofámról esülne, vagy preszt is csinálnék belőle, hogy már csak akkor se ver meg, ismerjük is. Te. A Majos terület lezáró agresszív védekezése volt a kiinduló alap a sikerben, de a gyors kontrák kivitelezésében is remekelt Tihanyvári László, már a második helyre följött csapata. Nagyon nagy dolog az, hogy a Lizák, aki nagyon hosszú sérülés után tért vissza, hiányában is ott volt a Steinbach, aki már 10 gólos, ott volt a Petrovics, aki 7 gólos, a Hawk, a Bognársanyi belső védő rétér 4 gólos, fölvállalták azokat a szituációkat, amiből nekünk gólt kellett szerezni. Óriási tülekedés az élen, a Bátaszék, a Bonyhád, immáron a Majos között, de látótávolságon belül a Tamási és a Dombóvár. És az őszi elsőséget illetően a közelgő Bonyhád-Majos klasszikusnak különös jelentősége lesz. Már két, mondhatjuk, sporthőse van a 21. században Szekszárdnak. Márkus István után a szintén amatőr sportmúltú Taksonyi Szilárd mondhatja el magáról, hogy teljesítette a világ egyik legkülönlegesebb ultrafutó versenyét, az Atén és Spárta közötti 266 kilométeres távot. Taksonyi időeredménye a 33 óra 17 perc és a velejáró 77. helyezés elsőre egészen kiváló, ami felettébb ösztönzőleg hat a folytatásra a 40-es éveiben járó ultrafutóra, aki a téli időszakban a jégkorong sportot is űzi. Egy asztalnál a Spártátlon, mint a világ egyik leghíresebb ultramaratoni futóversenyének idei magyar győztese, Bódis Tamás, és a szekszárdi első bálozó, nevezzük hősnek, Taksonyi Szilárd. Élménybeszámoló zajlott a napokban a szekszárdi placon, egy korábbi ezt a versenyt teljesítő Márkus István moderálásával. Imáron ketten vannak Tolna megyében, akik elmondhatják, képesek voltak legyűrni az Atén és Spárta közötti viadal embert próbáló 266 kilométerét, és ezzel feliratkoztak a magyar teljesítők évtizedekre visszamenő, hozzávetőlegesen százas listájára. Taksonyit ebben fiatal korának sportos múltja nagyban segítette, de az a 8-10 év, ami legutóbb kimaradt, egyben hátráltatta is abban, hogy sikerül-e az ultrafutók között ilyen gyorsan letenni a névjegyét, de belevágott a kalandba.
21 éves koromig a kerékpársport, és utána egy kis szünet, talán a katonaság, a munka, úgy minden úgy belejátszott, talán a fiatalkori szórakozási élmény, ami sok minden gyerekkorban kimarad az ilyen komoly szinten sportolóknak, és ott egy kis szünet történt, de aztán megint úgy visszahívott a mozgás, a sport. Én nem vagyok egy robbanékony alkat, én akkor is, amikor elkezdtem futni, akkor is inkább abba az irányba hajaztam, hogy egy félmaratont felépítsek, ami mondjuk egy nulláról, idézőes nulláról, azért az egy hosszabb távnak számít. Onnét kezdve az már nem kihívás, akkor ugye jön egy maraton, akkor egy Ironman, és akkor ugye egyre hosszabb távok, és akkor ezek így alakultak a hosszabb évek során. Hogy keringése, monotónia tűrése, a fájdalomérzés órákon való elviselésének képessége, ami a spartatlon 266 kilométerének teljesítéséhez a szeptemberi görög klímában különleges terepen futva mindenképpen kell, ez az alap megvan, meg lehet Taksonyi Szilárdban. Nos, biztatóan rámutatott a kvalifikációs versenyeken való szereplése, a színpidő teljesítése. Például a főpróbának számító Korintosz a Szekszárd-Baja közötti 160 kilométeres verseny. A spártatlon az úgy igazán nagyon nagy melegbe zajlott. Itt az én gyomrom, ami egyébként meglepett, egy kicsit elkezdett rakoncátlankodni. Hozzávetek egy ilyen 140 kilométernél. Ez nagyjából az a baj, hogy végig is kísért. Kicsit az a gyomorsav érzés, hogy nem emészt a gyomor, és nem akarja a szervezet a pótlást, és ez ilyenkor már megerőszakolású szintű az étkezés. Nem esik jól a gyomornak a léte, a gyomorsav alaphelyzetből. Szilárd ekkor győzte le önmagát, pedig a még hátralévő cirka 100 kilométer mondhatni uttalan utakon zajlott, miközben még vissza volt a Szikláshegység megmászása is. A két egészségügyi kísérő és a sima segítőből álló stábja is bizony tette a dolgát maximálisan a legkritikusabb pillanatokban főleg. Átmentem a hegyeken is, ami egy kritikus pontnak mondható, de azt mondom, hogy azt úgy túléltem, így bizonyos álmossági holdpontokkal túlélve, és utána azért azt mondom, hogy 200 fölött már azért így minden, szinte minden pillanatban ez volt. Másnap délután 4-kor érkezett célba, még egyszer belefutva a nagy hőségbe a verseny során. Eléggé megviselt ugye még egyszer a nagy meleget végig küzdeni, de a nagy görög drukkolótábor az körülöttem, illetve a sok magyar, aki ott volt helyszínen, illetve a barátaim is elkísért, öt barátom, illetve hát a két kísérőm, akik mindent megtettek azért, hogy én tudjam ezt teljesíteni, akiknek most is hálás vagyok, mert nagyjából nélkülük ez jelen pillanat úgy képzelem, hogy nem lett volna. A 33 óra 18 perces időeredmény, a velejáró 77. helyezés egy újoncnak a spartatlonon jóval több, mint helytállás, mi több ismétlésre, a világ legkülönlegesebb versenyein való részvételre sarkalló meghívó egyben. És ennek bizsergető érzése már is ott motoszkál Taksonyi Szilárdban. Magabiztos győzelmet aratott a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata az újonc csurgói NKC elleni bajnoki mérkőzésen. A második félidő kicsit álmosra sikeredett, de a házigazdák célja, hogy otthon tartsák a két pontot, teljesült, hiszen 20-16-ra nyertek a Kozár Mislenyiek a csurgó ellen. Mint arról beszámoltunk, 4 perccel a lefújás előtt még 5 góllal vezetett, aztán mindössze 1-jel kapott ki a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata a Vasas SC ellen. Ezzel a vereséggel Kovács Tamás együttese elvesztette idei veretlenségét az NB1B-ben. A Mislenyiek pihentek a következő fordulóban, szombaton viszont az újonc csurgói NKC-t fogadták. A jó játékkal ezúttal adós maradt a csapat, de a célt, hogy a két pontot megszerezze a gárda, teljesítették a lányok, hiszen 13 hetes félidő után 20-16-ra nyertek a csurgó ellen. Azt kaptam az ellenféltől, amit a videózáskor láttam. Nagyon szervezettek voltak, egy percre se adták fel a mérkőzést. A védekezésük és a kapus teljesítményük az kimondottan jó volt, ami gondot okozott nekünk. Ugye a támadó játékuk az sajnos nem feküdt nekünk, hiszen ők lassították. Nem tudtunk úgy menni, nem tudtunk olyan sebességgel kézabdázni, ahogy szerettünk volna. Úgyhogy ahogy én a beharangozóban is mondtam, hogy egy nem várok sziporkázó játékot, de győzelmet, hát azt gondolom ez meg lett. Hát mindenképpen a kapuba nagyon szépen teljesített, nagyon sokat hozzátett.
A védekezés összességében szerintem egészen jól működött. Nagyjából most azt mondom, hogy ez a kiemelhető dolog. Az első fél időben megvolt az esélye annak is, hogy akár 10 góllal vezessenek a házigazdák, de akár csak a Mislenyi kapuban Radocsai Beáta, az ellenfél hálóőre is jó százalékban hárította a lövéseket. Én azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzést játszottunk, mármint az első fél időt illetően. Ott úgy gondolom, hogy mindent úgy csináltunk, ahogy megbeszéltük. A második fél időn már nem volt annyira jó, bealudtunk az ellenfél stílusába, és ez kiütközött az eredményen is. Az edzés legközelebb kedden reggel lesz, és hát szeretnénk nyerni a Nekánál ismét. Egyszer már bebizonyítottuk, hogy megy, akkor legyen még egyszer. A Kozár Mislenyese november 17-én vasárnap a Neka ellen lép pályára idegenben. Egykori és mai legendás pécsi labdarúgók és edzők érkeztek szombaton a Kodály Központba. Az emléknapot negyedik éve a pécsi Dózsa Newcastle United felett aratott győzelmének és kupa továbbjutásának évfordulójára tűzték ki. Tavaly emlékműdíjat is alapította a Pécsi Labdarúgás Nagyjai Alapítvány, amit idén Garami József mesteredzőnek ítéltek oda, de ő betegség miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. A pécsi Dózsa az Európai Városok kupájában előbb a román Krajovát ütötte ki, majd a második fordulóban érkezett az angol Newcastle United FC. A pécsiek az első idegenbeli meccsen kikaptak, de az 1970. november 4-én több mint 20 ezer néző előtt rendezett visszavágón 2-0-ra nyertek, Máté János góljaival, majd 11-es rúgásokkal kiharcolták a továbbjutást is. Ezután a legendás sorozat zárásaként a Juventus ellen is pályára léptek. Megismertek, óriási örömmámor volt, de egyébként még a mai napig is emlékeznek, nagyon sokan megállítanak, és még emlékeznek arra a mérkőzésre, az idősebbek főleg, amikor a Newcastle-t búcsúztattuk ebből a kupából. Egy emlékezetes tévémeccs volt, 11-esekkel, hosszabbítással, úgyhogy az emberekben megmaradt ez. Nyomon követem a csapatot, nagyon-nagyon sajnálom, hogy most csak NB3-ban van, de én minél előbb NB1-be várom vissza a Pécs csapatát, úgyhogy különösebb kötődésem a Gyulai Grosics Akadémiát vezettem, mint kollégiumvezető, aztán utána onnan, mint testnevelő tanár, az idejével mentem nyugdíjba, úgyhogy most már nem foglalkozom különösebben, aktívan a futballal. A pécsi labdarúgás napját Páva Zsolt korábbi polgármester javaslatára november 4-ére tűzte ki az önkormányzat. Páva Zsolt köszöntőjében elmondta, hogy szeretnének létrehozni egy múzeumot a pécsi labdarúgás erekéinek, melyek közül egy igazi ritkaságot be is mutatott, méghozzá Konrád János 6-os számú mezét, amit a játékos a legendás diadal alkalmával viselt. Az ünnepségen részt vett Péterfi Attila polgármester is, aki elmondta, hogy az új városvezetés büszkén folytatja a pécsi labdarúgás napjának megünneplését. Azért tartom fontosnak, mert ugyanúgy nekem a legtöbb pécsinek fontos a pécsi labdarúgás, nyilván a jelenje, a múltja is, és még fontosabb a jövőképe. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden olyan labdarúgó, aki ehhez hozzájárult a múltban, olyan ikonikus szereplő, akik ma itt vannak, megérdemlik azt, hogy akár a jelenlévőkre, akár pedig az elhunytakra emlékezzünk, hiszen nagyon komoly teljesítmény áll mögöttünk, és ezt minden közösségnek illik meg ünnepelnie. A labdarúgás, azt kell mondjam, nem a kedvenc sportágam, viszont követtem, mindig is követtem, már gyerekkorom óta édesapámnak köszönhetően jártunk ki az akkori Pamacs meccsekre is szurkoltunk. Az utóbbi években elsodort az élet, de nagyjából egy éve már ismét nyomon követtem, és szurkolok a pécsi csapatnak, és látom a jelenlegi komoly sikereiket is. Az ünnepségen külön köszöntötték az idén kerek születésnapi évfordulót ünneplőket is. Kezdettől fogva, amikor elkezdtem, akkor gyakorlatilag Szőcs Jánosnak voltam a szárnysegéde, hogy így mondjam, ugye, meg a Zborai Gabi. Hát ezek a régi szép időkből, említenék egy-két nevet, ez időpontban volt 78-tól 80-ig. És hát sok fiúval, sok játékossal tartjuk a kapcsolatot most is, többek között, hát elsősorban azokkal, akik szintén voltak ott edzők, vagy pályaedzők,
ezen kívül rengeteg játékossal, akik most már korosabb emberek, jó a kapcsolatom. Hosszú Zolival, aztán kiket mondjak még, a Karcsia. Van egy unoka Budaörsön, és oda sokat megyünk ki föl, tudod? De amikor tehetem, most éppen megbeszéltem itt a fiúkkal, ketten-hárman, kijárunk a meccsre, holnap kimegyek a meccsre. Nagyon sokat fejlődtek, és nagyon szépen játszanak, nagyon drukkolok neki, hogy maradjon meg ez a forma. Tavaly emlékműdíjat is alapított a Pécsi Labdarúgás Nagyjai Alapítvány, amit először dr. Dunai János, korábbi kiváló válogatott játékos, olimpiai bronzérmes labdarúgó kapott, idén pedig Garami József mesteredzőnek ítélték oda, aki betegség miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Eredményesen zárták a PTE Peac versenyzői a Parabocsa országos bajnokságot. Az őszi pécsi fordulón 4 érmet szereztek, az összetett országos bajnokságon pedig 3 dobogós helyezést értek el. A pécsiek ezen kívül 2 külön díjjal is gazdagabbak lettek. Tavaly bocsa történelmet írtak a pécsi versenyzők. A Parabocsa országos bajnokságon ugyanis 7 érmet sikerült szerezniük, amire eddig még nem volt példa. A PTE Peac 9 sportolója a 2 nap alatt 46 mérkőzést játszott, melyből 34-et megnyert, és mindössze 12 vesztes meccs állt a mérleg másik oldalán. Idén november 9-én és 10-én rendezték meg a nagyszabású versenyt, melyen 3 nemzetközi és 2 hazai kategóriában mérték össze tudásukat a bocsás a Gandhi sportcsarnokban. Hát ugye egészségállapotok függően vannak nemzetközi és hazai kategóriába bekategorizálva játékosok. Jelenleg itt Pécset BC1-2-es összevont kategóriában, BC3-BC4, hazai 1-hazai 2-es kategóriában versenyeznek a játékosok. 10 egyesület, 55 versenyzője jött el, a 2 nap 6 pályán 105 mérkőzést játszanak. Hát ugye tavaly volt egy nagyon jó szereplésünk, amikor 9 versenyzőből 7 érmet szereztek. Én azt gondolom, hogy én sosem érmekben határozom meg a sikert, hanem abban, hogy ők mit éreznek, amikor lejönnek a pályáról. Hogyha ők azt gondolják, hogy mindent megtettek, de ez mondjuk nem biztos, hogy győzelemben mérhető, akkor is már nyertek és győztesek. A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Parabocsa Szövetség szakmai céljainak megvalósításához, a nemzetközi versenyképesség megtartásához, valamint az utánpótlás bázis kiszélesítéséhez óriási szükség van a hazai versenyekre, melyeken sokkal több magyar sportoló jut bizonyítási lehetőséghez, mint egy-egy külföldi viadalon. Külön értéket képvisel a pécsi bocsa verseny, mely évek óta biztos pont a hazai versenynaptárban és a sporták kiemelkedő hazai eseménye. Valójában 2013 után kezdtük el szervezni. Csörgőlabdások keresték meg a PTE sportirodát, illetve jobban mondva engem, mint vezetőt, hogy ők szeretnének csörgőlabdázni, és nincs hely, nincs anyagi háttér. Régi motorosként, aki támogatja parasportot, elgondolkodtam ezzel az egészen, és hát elindultunk a Peac felé, Peac befogadott minket, és azóta már gyakorlatilagban bővültünk több sportággal is, jöttek a bocsások, asztaliteniszezők, vívók, baktekések, és legutoljára a kerekesszékes kosarasok, akiknek 2 hete volt egy nagyon-nagyon szép rendezvényük, nemzetközi kupájuk és magyar bajnoki első forduló. És hát a bocsásokról annyit kell tudni, hogy most már évek óta Pécs adja azt a hátteret ebbe a sportágba, ahol tényleg komoly országos bajnoki fordulót lehet rendezni. Idén ez a második forduló volt, egy tavaszi budapesti. Itt vagyunk most ezen az őszi fordulón, és ez az utolsó ilyen rendezvény, ahol az összetett eredményeket is és a 2 nap eredményeit is díjazzuk majd. A rendezvény célja az volt, hogy a sporták kiválóságai sportoljanak, találkozzanak és szórakozzanak, és így olyan sportkapcsolatokra tegyenek szert, melyekre egyébként nem lenne alkalmuk. 2 évvel ezelőtt kezdtem el a sportot. A célom, amikor idejöttem reggel, az volt, hogy a 4-be kerüljek majd. Most egy kicsit félek, mert megláttam a csoportbeosztást, és már az első 3 játszmából is 2 elég nehéz lesz legalább. Beteg vagyok, és előtte én tekéztem, de azt már nem bírom, meg hát boingozni is nagyon szeretem, és ez a labdajáték, ez a cél, hogy stratégia játék, hogy hova dobjam azt a labdát, hogy tényleg, ha pontot szerez, nem tudok, akkor legalább próbáljam megakadályozni az ellenfelet, hogy még több pontot szerez.
érezzen magának. Összetartó csapat vagyunk, nagyon vidám csapat vagyunk, tényleg nevetünk edzéseken, meg hát támogatjuk egymást. Én például tavaly volt pont egy éve az első versenyem, akkor hozott el először a Zoli, és akkor volt olyan csapatás, aki segített, akivel egy kategóriában vagyunk, hogy ő kékkel szeret játszani, puha labdája van, messzire dob, elekészüljél, tehát így támogatjuk egymást. A PTE Peac versenyzői közül BC4-es kategóriában Berkes Gergő harmadik lett. Hazai kettes kategóriában Sipos András az első, Virág Attiláné a második, Kienle Kinga pedig a harmadik helyen végzett. Ígéretes tehetségdíjat kapott Koleszár Gréta, a legjobb pécsi versenyzőnek pedig Sipos Andrást választották. A tavaszi és az őszi versenyek eredménye alapján Berkes Gergő BC4-es kategóriában az abszolút harmadik lett, hazai kettes kategóriában Sipos András nyert, Virág Attiláné pedig a harmadik helyen zárt. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!